1,2 millió euróból újult meg a buszpályaudvar Nagykaposon. A modernizálás mellett az utasok biztonságára is nagy hangsúly került. Ráadásul 54 új autóbuszt is üzembe helyezett a Nagymihályi székhelyű Arriva autóbusztársaság, amely a Nagymihályi, Tőketerebesi és a Szobránci járásban tömegközlekedők kényelmét szolgálja. Alacsony padlózatú autóbusz az azt jelenti, hogy az utasnak kényelmesebb a beszállás, kiszállás, látni lehet, hogy akár aki, aki tolószékbe szorult, az is szépen fel tud jönni, de leállítja, leállítja a tolószéket, és akkor biztonsági jövővel ki, ki lehet biztos, rögzíteni, hogy, hogy nem mozogjon. De mobiltelefon wifi, digitális információs panelek. Az 54 új autóbuszon egyebek mellett ezek a szolgáltatások teszik még komfortosabbá az utazást. Ezeken az új gépeken már az az elény, hogy lehet a bankomatkártyával is. Kényelmesebb, komfortosabb, nem kell pénzt az utasnak magánát tartani. A nagykaposi autóbusz pályaudvart is modernizálták. Új aszfalt burkolat borítja a pályaudvart. Digitális kijelzőket helyeztek ki. A peron új tetőszerkezetet kapott. Én tulajdonképpen minden nap utazok, még munkába, és ha kaposai -e, jövök vásáron vagy orvoshoz, akkor nagyon jó, hogy felújították. Nagyon meg vagyunk vele elégedve az egészen. Itt az eső is csorgott, bemáltatunk meg, szóval most már az utasok is jobban védve vannak az időjárás viszontagságaitól. Kerékpár megőrző is segíti a kombinált közlekedést. Ilyeneket három pályaudvaron helyeztek ki a Zempléni térségben. A Nagymihályi Részvénytársaság az integrált regionális operációs programba négy projekttal is sikeres volt, amelyből egy ez a pályaudvar, amelyik felépült. A négy projektnek a teljes összege 14 millió euró volt, abból ennek a pályaudvarnak a költsége 1,2 millió. Ez a pályaudvar a 70-es években épült, amikor még a Bodrog közés Unvidéken kemény ipar volt a Likotexton kezdve, és azóta ez a pályaudvarhoz nem volt hozzányúlva. Az utóbbi években egyre többen utaznak autóbusszal a dél-keleti térségben. Az Arriva Nagy Mihály részvénytársaság 2023-ban a három kelet-szlovákiai járásban közel 5 millió 606 fél ezer utas szállítását szolgálta. Ez az előző évhez képest 0,27 század százalékos növekedést jelent. 2022-ben a 2021-es évhez képest viszont 36 os volt az utasszám növekedés. A Nagykaposi pályaudvaron hétköznap 2000 fölötti a felszálló és 3000 körüli a leszálló utasok száma. A részvénytársaság tervei között szerepel a Nagykaposi pályaudvar épületének és várótermének a felújítása is. Az Arriva több mint 35 ezer embert foglalkoztat Európa 10 országában, az eredetileg német tulajdonú tömegközlekedéssel foglalkozó anyavállalat tavaly amerikai kézbe került.